reggeli beszélgetésben elég sarkalatos véleményed volt a jövővel kapcsolatban, elég pesszimistán látod most a kiskereskedelmi piac helyzetét. Mi az, ami, milyen okok miatt mondod ezt? Három oka van ennek a véleményem szerint. Az első oka, látjuk a jelenlegi számokat, amik még mindig sajnos csökkenő tendenciát mutattak a kereskedőknél. A másik ok egy pszichológiai ok is valamilyen szinten, hiszen hogyha a gazdasági válság véget is ért volna, azért az emberekben ez egy nagyon komoly tanulságot jelentene, és jelent is, ami azt jelenti, hogy akinek nincs pénze, az már eleve kiesett ebből a vásárlóközönségből, akinek van pénze, az pedig rájött arra, hogy takarékoskodni kell, spórolni kell, hogy ne kerüljön még egyszer olyan helyzetbe, hogyha esetleg elveszíti a munkáját, akkor 3-4 hónapos tartalékkal ne rendelkezzen. A spórolásnak egyenesági következménye, hogy kevesebbet fog költeni valószínűleg megint. Tehát ha maga a pénzügyi válság már véget is ért, ennek a bármilyen hatása is van, mind a két hatása abban az irányban mutat, hogy az emberek kevesebbet fognak költeni a bevásárlóközpontokban, és csak a nagyon szükséges dolgokat, ha lehet, olcsóbban fogják megvásárolni. Igazából a legfontosabb kritérium az, hogy nálunk a bérlőknek a túlnyomó többsége nemzetközi bérlő, nagy tapasztalattal, biztos anyagi háttérrel rendelkezik. Őket is megviselte a válság, a forgalmaik sokat csökkentek az elmúlt években. Jelen pillanatban is a legtöbbnek vagy stagnál, vagy csökken a forgalma. De ezek a bérlők, ezek mivel a magyar kereskedőknek a részaránya a mi ingatlanjainkban eléggé elenyésző, ezért prosperálnak az épületek. Ahol sok kicsi magyar bérlővel kell a tulajdonosnak napi küzdelmét megvívni, ott komoly problémák vannak sajnos még most is. Látok esetleg bővülésre lehetőséget ezen a piacon, esetleg vidéken, vidéki városok, kisebb, közepesebb vidéki városok területén, vagy telítődött esetleg a piac? Véleményem szerint mindig van olyan hely, ahol a kínálat nem érje azt a szintet, amit a kereslet igényelne. Ez egy komolyabb piackutatást igényel. Ott egy kisebb volumenű kereskedelmi egységnek mindig van létjogosultsága.